A demokratikus koalíció másodfokon jogerősen is megnyerte azt a pert, amely a trafik pályázatok minden lényeges iratának nyilvánosságra hozatalára kötelezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztert. Három dologra kíváncsi a DK. A pályázatokat elbíráló bizottságok tagjaira, a bírálati lapokra és az értékelési jegyzőkönyvekre. A DK szerint ezekből kideríthető, kik a bűnösök, akik végrehajtották a Fidesz politikai akaratát és átjátszották a haveroknak a trafik koncessziókat. Gréci Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi mindent tudhatunk majd meg ezekből az iratokból, hogyha megkapják ezeket az iratokat? A Demokratikus Koalíció nevében Molnár Csaba indította ezt a pert, és szerencsére most már jogerős ítélet van arról, hogy a fejlesztési tárcának ki kell adnia minden fontos dokumentumot ezügyben, meg fogjuk tudni, hogy kik pályáztak, meg kell tudnunk a bírálati lapot, és azt a bírálati lapokat is át kell adni, és azt is, hogy milyen szempontok alapján válogatták ki. Ez nagyon fontos. A szempontrendszert és magát a pontozást is meg fogják látni. Igen. Tehát, hogy volt egy pályázó, és hogyha abban voltak szubjektív elemek a szempontok között, hogy én bíráló bizottság tagja, úgy látom szubjektíven, hogy ez a 10-ből 10 pontot ért, tehát hogy ez kiadta, mi alapján megindokolta, tehát ilyen részletes? A jogerős ítélet szerint minden ilyen adatot ki kell adni, és hogy semmit ne bízzunk a véletlenre, így aztán jövő héten a Demokratikus Koalíció politikusai fölkeresik a miniszterasszonyt, és előtte persze meg fogjuk kérdezni, hogy csak néhány dossziéval készüljünk, vagy esetleg egy raklapnyi anyag van ott összegyűjtve, tehát amilyen autóra éppen szükség van, ha kell, akkor vonattal is oda megyünk, és elhozzuk ezeket, az összes anyagot. Ezeket az iratokat tárgyi formájában oda kell, hogy adják önöknek? Igen. Nem betekintést nyerhetnek? Nem mondhatja a miniszter, átadhatja azt a helyszínen, és azt mondja, hogy kedves képviselő úr, köszönöm, hogy bejött, tessék. De én nem vihetik ki, hiszen ez tele van személyes adatokkal, de én átadtam itt a minisztérium épületében, tessenek tanulmányozni. Több ez, mint betekintés. El fog menni az adatokért, az összes anyagért, és úgy, ahogy van, az a tervünk, hogy az egészet a sajtó rendelkezésére bocsátjuk, ha csemegézzenek belőle, ha derüljön ki, hogy kik vezényelték le a trafikmutyit Magyarországon. Ez diadzandó ez a szándék, de még egyszer mondom, ez életszerű, hogy ezeket a pályázatokat, dokumentumokat, tele személyes adatokkal, ezeket úgy adja majd oda a minisztérium önöknek, hogy vigyék haza, osszák szét. Nyilvános adatok. De ezek átadás, tehát maga az átadás, még egyszer mondom, az úgy is megtörténhet, hogy ott a minisztérium épületében, de nem vihetik ki. Hát olyan nincs, mert akkor nem tudjuk a sajtó rendelkezésre bocsájtani, hát nincs annyi. Hát és a bíróság azt mondta ki, hogy önöknek kötelességük a sajtó rendelkezésére adni? Nem, de miután ezek nyilvánosak, egy demokratikus pártnak mi más célja lehetne ebben az esetben, mint hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza. Nem azért indítottuk a pert, hogy néhány DK-s politikus oda mehessen a mobiltelefonjával, és esetleg az ekkora kupac papírról néhány fotót készítsen. Nem, ezt az egészet fel kell tárni, mert emögött az egész Orbán rezsim természetrajza felsejlik. Én ezt értem, csak egy kicsit kételkedem, de nem olvastam a bírósági másodfokú ítéletről született bírósági indoklást, tehát nem tudom, hogy tényleg szó szerint azt lehet-e ebből kiolvasni, hogy ezeket az iratokat önök el is hozhatják, hazavihetik. Az egyrészről az szerintem nagyon nagy mennyiségű irat lenne, másrészről meg hát az adatok védelme, személyes adatok védelme szerint is ez egy kicsit fura. Nyilván semmit nem fogunk hazavinni. Az a célunk, és erről már rögtön a hét elején értesíteni fogjuk a miniszterasszonyt, hogy megyünk, és remélhetőleg egy meglehetősen nagy sajtóérdeklődés mellett szeretnénk nyilvánosságra hozni mindazt, ami birtokunkba kerül. Jó, és ez hogy? Tehát kiállnak a raklapnyi irattal, és akkor válogassunk, és egyet-egyet kihúzok, és felolvassák? Szóval nem tudom, hogy nyilván föl, ezt még én sem tudom, de nyilván föl kell dolgozni ezt az iratmennyiséget, és azt gondolom, hogy ebben a nyilvánosság partnerünk tud lenni. Ezt egy párt nyilván nem nagyon tudja önmagában feldolgozni, de hát azért a politikai szálakat, meg a motivációt, hogy az egész hogy történt, azt talán föl lehet egy kicsit göngyölíteni. Itt az ideje, hogy egy kicsit legalább, ha már van egy ilyen bírósági ítélet, akkor a körmére nézzünk a hatalomnak.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy, mit látnak az iratokból, kettő, milyen iratokat kapnak, három, hogyan lehet ezt feldolgozni, mit kezdhetnek ezekkel az iratokkal. Négy, az pedig már önöket kell leginkább, hogy érdekelje az európai parlamenti választás előtt, vagy akár az önkormányzati választás előtt, hogy ez mennyire viszi át a közvélemény inger küszöbét, akkor, amikor az egész trafik történet volt és zajlott, és a trafikok osztása, és a sok-sok károsult embernek a bánata, akkor ugye önök komolyan reménykedtek abban, hogy ez egy nagyon hát komoly, és akár a kampányig is, vagy a választásokig is elhúzódó kampány téma lesz, ami tényleg felháborít rengeteg ember. Aztán mégse ütött át annyira a közvélemény. Hát, talán, ha mondjuk február-márciusban megszületik ez az ítélet, akkor a nyilvánosság egy a választást valamilyen módon befolyásoló történettel lehetett volna gazdagabb, de ha már így alakult, hogy csak a választás után született meg a jogerős ítélet, a demokratikus koalíciónak az a dolga, mint az Orbán rendszer legádázabb ellenfelének, hogy ne hagyja el azt a történetet, amiben belekezdett, és tájékoztassa a nyilvánosságot arról, hogy kikkel is állunk szemben. Most közben gyorsan rákeresek, hogy van-e valami friss, miközben mi beszélgetünk, van-e valami egészen friss, hogy Kovács László mit keres majd a DK-s rendezvényen. Hát a legfrissebb az, hogy Kovács László az MSZP-ért kampányol majd egy győri DK-s rendezvényen. Szóval akkor most mi van? Kovács László nem lett DK-s, hanem a DK rendezvényén a Magyar Szocialista Pártért kampányol? Kovács Lászlót a Demokratikus Koalíció győri szervezete hívta meg, nevezetesen Glázer Tímea, aki a DK elnökségi tagja és egyébként európai parlamenti képviselőnk is. Úgy gondolta, hogy meghívja Kovács Lászlót, aki egyébként 94-ben, mint Győr-Sopron megyei elnök már ugye erősen kötődik a térséghez, és nagy örömünkre Kovács László igent mondott erre a felkérésre. Meg is kérdezték most Kovács Lászlót arról, hogy miért megy el szocialista politikusként egy DK-s rendezvényre, és ő úgy fogalmazott, hogy természetesen azt fogja mondani, hogy szavazzanak a szocialisták listájára, de akinek nem tetszik az MSZP listája, nyugodtan szavazzon a demokratikus koalíciójára, fogalmazott Kovács László, csak ne a Fideszére és ne a Jobbikéra. A DK számára megtiszteltetés, hogy az MSZP volt elnöke, egy sikeres külügyminiszter, akit Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelölt uniós biztosnak, megtiszteli a DK-t egy ilyen rendezvénnyel. Szerintem ez egy nagyszerű kezdeményezés. A választások előtt, a választási törvény miatt kikényszerített együttműködés idejére nyilván minden ellenségeskedést, egyet nem értést a szőnyeg alá söpörtek. Április 6-ai eredmény viszont mindazt, ami a szőnyeg alatt volt, még fel is erősítette, meg is sokszorozhatta, és ez talán érthető is, tehát mindenki kicsit a másikban is hajlamosak hibát keresni, és nem biztos, hogy saját magában. A választás óta, április 6-a óta figyelem, hogy ki mit szól a másiknak, mikor megy egyik a másik rendezvényére kampányolni, ezt nyilván nem figyelhettem, eddig nem volt ilyen. De például ennek tudtam be azt is, hogy olyan hamar megszólalt a DK, személyesen ön, hogy hát Molnár Zsoltnak, ha tényleg volt skinhead múltja, akkor nem alkalmas a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetésére, de hát ő az első perctől kezdve azt mondja, hogy semmiféle skinhead múltja nincs, kapucint húzott egy elsős időben. Természetesen én azért válaszoltam erre a kérdésre, mert megkérdeztek, így aztán természetesen elmondtam az álláspontunkat. Nem tekintjük ugyanolyan esetnek Molnár Zsolt esetét, mint amilyen a jobbikos Schneider úr, akiből házelnök lett, aki egyébként hát egyrészt valóban skinhead volt, és azt a bűncselekményt, amiért erőszakos cselekményet jogerősen elítélték, a mai napig nem tűnik úgy, hogy megbánta volna. Molnár Zsolt esetében inkább az volt a problémánk, hogy 1992. október 23-án is egy olyan rendezvényen részt venni, ahol Göncz Árpádot, a rendszerváltás egyik ikonját, 56 egyik hősét kifütyülik, az ma árnyékot vethet a demokratikus oldalra. Aki oda ment, az még honnan tudta volna, nem úgy volt meghirdetve, hogy gyertek, mert itt most jól kifütyülünk majd valakit.
Nem tudom, hogy miért ment oda, de mások meg nem voltak ott, és onnan még egyébként átment. Hát igen, tehát vannak olyanok, akik nem voltak igen, ott. Igen, és utána, és akik meg nem mentek át utána még a Szabadság tér a tévészékház elé kiabálni. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt a Demokratikus Koalíciónak az a felvetés, hogy esetleg ne legyen Molnár Zsolt a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Az MSZP el fogja dönteni, hogy ebben a helyzetben hogyan dönt. Mesterházi Attilától hallom, hogy ő kiáll Molnár Zsolt mellett, ha ez az MSZP döntés, akkor ezt a DK természetesen tudomásul veszi. Hát de ezt a DK beelőzte a véleményével az MSZP döntését és az MSZP döntésének a tudomásul vételét ezáltal, hogy megnyilatkozott ön, még a kérdésre is adta a választ, hogy hát... Az Együtt PM politikusa is megnyilatkozott ez ügyben, Gulyás József cikket is írt róla, tehát itt nem arról van szó, hogy a Demokratikus Koalíció kvázi rászállt volna a Magyar Szocialista Pártra. Van egy helyzet, ami azt gondolom, hogy adott, és hogyha alternatívája kívánunk lenni, hiteles alternatívája kívánunk lenni a Fidesznek, akkor az ilyen történetekben azt gondolom, hogy érdemes előre menni és pozitívan cselekedni. Ennek is lesz még folytatása. Köszönöm szépen. Én is.